fenntartásához, illetve... A magyar kormány, illetve a Magyar Nemzeti Tanács támogatásával számos projekt valósult meg Bácskosútfalván is, mint a sportpálya, a templom, a színház és a művelődési ház felújítása. A jövőre nézve is konkrét tervekkel rendelkeznek főként az oktatás és a kultúra terén, mondta Fazekas Róbert, a Bácskosútfalvi helyi közösség tanácselnök helyettese, a Magyar Összefogás jelöltje. Az iskolára, az óvodára, a művelődési házra, az értelmiségi fórumra szeretnénk koncentrálni, és azt gondolom, hogy ez mellett még ami hangsúlyos volt, bár nem kimondottan az MNT-hez kötődik, de a Nemzeti Együttműködés rendszerének egyik kiemelt része, a turizmusfejlesztési stratégia, amelyben ez a térség Kossuth-falva, illetőleg Pacsér kimondottan érdekelt. Határoktól függetlenül mi magyarok egymásra vagyunk utalva, és csak akkor van jövőnk, ha összetartunk, ha a világ azt látja, hogy erőt sugárzunk, hangsúlyozta az összejövetelen Zsigmond Barna Pál. A Fidesz parlamenti képviselője kiemelte, az elmúlt vérzivataros időket követően még nem volt ilyen erős és összetartó a kárpát-medencei magyarság. Most valóban kegyelmi helyzetben van a vajdasági magyarság. Egyrészt jó a magyar-szerb viszonyrendszer, másrészt kitűnek a magyar-magyar kapcsolatok, és hál' Istennek a vajdasági magyarság úgy érezheti, hogy most róla szólnak ezek az évek. Ahhoz, hogy ez így maradjon, és tovább tudjunk építkezni, tovább tudjuk egymás kezét fogni, az fontos az, hogy éljünk a lehetőséggel, és menjünk el szavazni, és a magyar összefogásra adjuk le voksunkat. Az est folyamán bemutatkozott Ternovász István újságíró és Losonc Dávid jogász, a Magyar Összefogás jelöltjei. Az eseményen részt vett Kovács Elvira, a VMS alelnöke, Pásztor Bálint, a VMS parlamenti képviselője, továbbá Kislinder Gábor Topolya polgármestere. Egyébként kihasználom ezt a lehetőséget is.